Megyünk babakocsizni? Új emblémát kapott a 159-es. Nézd meg, Brigi! És most fogom róla lehúzni a fóliát. December 17. Péntek. Jaj, elég vártam már. December 18. Szombat. Lássuk, itt van a középütt. Ma 10 ez. Hol vagyunk, szívem? Szeged Olaszországában. Ez a kis piaggio, amire szoktunk járni a Mátyás téli templomhoz. Szombat délutánonként. És egyben babakocsizunk is. Tehát meg volt a sörkalendáriumozás, úgyhogy hát eléggé elkészültünk, jól esik most ez a kávé. Ajándékokkal még nem nagyon állunk sehogy, viszont holnap megmegyünk Halasra Kecskemétre, úgyhogy gyorsan tisztiként valamit, mert 6 nap múlva karácsony. Hát egy adnácska, itt mindig történik valami érdekes. Ez advent negyedik vasárnapja. Na, még csinálunk egy gyors felvételt. Igen. Hogy megerőkítsük azt, hogy Anna baba itt Kiskunhalason milyen szépen szétpakolta a könyveket. Igaz? Hát nézd meg, milyen szép. Tiszta gyócs. Az orra. Ott az orra. Mit csinált veled? Itt vagyunk Vivinél és Gábornál, és nagyon-nagyon jó éreztük magunkat. De különösen Anna, már túl különösen rak, Anna aki már azt hiszi karácsony van. Anna, ne pakolj szét. Na hát csak összejött a karácsonyi vásározás Kecskeméten is. Cicu az itt alszik. Végül is csak kijöttünk öten. Gyula otthon maradt. De itt van Máté, Marika, Brigi és hát természetesen Anna is. Ott a babakocsiban. Elég hideg van, egy mínusz egy körüli érzet van. De azért szétnézünk, hogy van-e valami érdekes még. Valószínűleg az idei év leghidegebb napján forral italozunk itt. Jó esik, nagyon jó. Hiányzik belőle egy kis alkohol. Hát a sofőrök vagyunk most. És ez micsoda, puncs? Igen, szigorúan alkoholmentes. Ahogy te szereted, Nóri. Jó. Micsoda kivilágítás van itt a Kornél bejáratánál. Hát, hiába, tiszta Bécs. Kiskunhalason gyújtottunk koszorút, ott voltunk advent 4. vasárnapján illetőleg, utána átmentünk Kecskemétre, és akkor így az itthoni szegedi adventi koszorunkkal elmaradtunk, és az adventi naptárunkkal is. Úgyhogy már nem 19-e van, de kibontjuk azt, hogy mi lett volna 19-én? Egy galaxi karamell. Mi lett volna 20-án? Nézzük a 21-eset. Két nap múlva karácsony. Ezt nem hiszem el. Ezt a galaxit nagyon nyomatták ennél az adventi naptárnál. Nagyon. Mi van itt, Anna baba? Hát itt a fenyő. Itt a fenyő, Anna. Itt a fenyő.
fenyő. Bizony, december 24-e van, szívecském. Mit találtál? Ajándékot csomagolsz, Anna? Huszonharmadika van, lássuk az utolsó előttit. Illetőleg egy kicsit kiegészítjük ezt a dolgot. December 23-át nyitjuk, de nem teljesen van 23-a. December 23-a már elmúlt, sőt, hogyha itt megfordulok, akkor látható, hogy már javában karácsony van. Illetőleg már az is a végéhez közeledik lassan. Az történt, hogy Anna december 23-án megbetegedett, és hát nekünk az ott megváltoztatta a terveinket. Így nem is utaztunk el karácsonyra, itt voltunk végig, és valahogy elmaradtunk az adventi naptárunknak is a nyitásával. Tehát 22-ig jutottunk karácsony előtt, ezért most karácsony után pótolunk. Tehát akkor nyissuk a 23-ai ablakot. Mire várjunk már így, hogy kibontottunk a 23-at, bontsunk ki a 24-et is. Ezt mindig nagy várakozással bontjuk, általában szenteste. Tehát most nem úgy alakult. Ó, és egy Maltízer. Abból csak egy volt, ugye? Igen, most már kettő. Egy Maltízer jutott még ide. Kicsit máshogy alakult, de nem baj. Mert karácsony ugyanúgy megvolt, ugyanúgy szép volt. Anna is, hála Istennek, most már meggyógyult. És hát már csak 3 óra van vissza 2021-ből. És most már az adventi naptárunk is ki van nyitva.